Vállalkoz. Az Európai Uniós források 60%-a 2014 óta a vállalkozásokhoz kerül, hangsúlyozta Csepregi Nándor államtitkár a Vállalkoz rá kisvárdai konferenciáján. Aktív évet zártak, a Nyírségvíz ZRT tavaly 8 milliárd forintos bevétel mellett közel 1,5 milliárd forintot fordított különböző beruházásokra. Felújítás, 118 millió forint infrastrukturális és 512 millió forint tartalmi fejlesztési támogatást nyerte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az Európai Uniós források 60%-a 2014 óta a vállalkozásokhoz kerül, hangsúlyozta Csepregi Nándor parlamenti államtitkár a Vállalkozz rá kisvárdai konferenciáján. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A politikus kiemelte, ez azért fontos, mert előtte ez a szám mindössze 17% volt. Csepregi Nándor azt is elmondta, a vállalkozások támogatásának felét az uniós források mellett ma már a magyar költségvetés biztosítja. 3,5 millió román állampolgár dolgozik az Európai Unióban. Az aktív román lakosság jelentős része hagyta el az országot az elmúlt években, a 20 és 39 év közötti fiatalok 24%-a külföldön él, az otthon élők több mint fele pedig más országban képzeli el jövőjét. Erről Porcsalmi Bálint beszélt Kisvárdán a Vállalkozz rá konferencián. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Magyar Ifjúsági Értekezlet közös rendezvényén a mintegy 70-80 erdélyi, kárpátaljai, valamint magyarországi fiatal vállalkozónak az RMDS ügyvezető elnök elmondta, az elvándorlás okai között már nem csupán pénzügyi tényezők játszanak közre, hanem a jövőkép hiánya is. Porcsalmi Bálint kiemelte, ez a romániai magyarokat is érinti, hiszen folyamatosan romlanak a magyarság társadalmi pozíciói, nagyban beszűkültek a fiatalok lehetőségei. Szerinte ennek egyik oka az is, hogy a magyar oktatás minősége jelentősen romlott. De mint mondta, az is hátrányt jelent számukra, hogy az elmúlt 16 év alatt 10%-kal csökkent a román nyelvet beszélő magyar fiatalok száma. Porcsalmi Bálint úgy fogalmazott, már nem az a fő kérdés Erdélyben, hogy hány magyar gyermek születik, vagy hány magyar fiatal vándorol ki, hanem hogy milyen magyar fiatalok maradnak ott. Ehhez úgy véli, a magyar oktatás minőségének és struktúrájának a megreformálása szükséges. Én azt hiszem, hogy nekünk a magyar oktatás nem magyar munkásokat kell kitermelje, vagy nem magyar kétkezi munkásokat kell kitermelje, vagy alulfizetett munkásokat kell kitermelje, hanem a mi oktatásunk elsősorban vállalkozni vágyó, egy fiatal vállalkozókat kell kitermelni, akik okosak, tudnak innovatívan gondolkozni, akiknek nagy a mobilitásuk, akik, ha úgy tetszik, nem csak munkahelyet, pénzt, hanem értéket is tudnak, vagy hozzáadott értéket is tudnak teremteni. A határon túli magyar vállalkozások export tevékenységének kiszélesítésében jelentős eredményeket ért el a Magyar Nemzeti Kereskedőház. Ezt már Olá Zsanett, a kereskedőház vezérigazgatója hangsúlyozta a konferencián. A Magyar Nemzeti Kereskedőház erdélyi regionális képviseletei már több mint 2000 magyar érdekeltségű vállalkozással alakítottak ki együttműködést, az erdélyi irodahálózat tavaly mintegy 1,6 milliárd forint üzletkötésben működött közre, Kárpátalján pedig helyi képviseletei révén mintegy 500 kárpátaljai vállalkozással alakított ki napi szintű együttműködést, amelynek köszönhetően eddig több mint 1,1 milliárd forint értékű konkrét export lehetőséghez jutottak partnerei. Az elmúlt 3 évben nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy feltérképezzük azokat a határon túli magyar vállalkozásokat, akik partnerei lehetnek a magyarországi vállalkozásoknak. 22 irodánk van a Kárpát-medencében, ők voltak a legfőbb segítőink ebben. Az elmúlt 3 évben több mint 5,5 milliárd forintnyi üzlet köttetett Magyarország és a határon túli vállalkozók között. 2010 előtt magyar vállalkozás szinte nem juthatott Európai Uniós pénzhez, emelte ki Csepregi Nándor a konferencián. A miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Fidesz-KDNP kormányzása alatti helyzetet jóval kedvezőbbnek ítéli meg. Mint mondta, 2010 óta úgy változtattak a rendszeren, hogy 10 Európai Uniós fejlesztési forrás esetében legalább 9 olyan vállalkozás van, aki nyer ezeken a pályázatokon és megvalósíthatja beruházását.
2010 előtt csupán 14%-a volt a teljes pénzmennyiségnek az, amit a magyar kisvállalkozások el tudtak érni, illetve a magyar vállalkozások, vagy Magyarországon működő vállalkozások. Most 2014 után, amikor mi újra tárgyaltuk ezt a megállapodást Brüsszellel, pedig úgy, hogy növekedett annak a pénzmennyiségnek az összessége, 12 000 milliárd forintról beszélünk, amit Magyarország lehívhat, ennek a 60%-a magyar vállalkozásokhoz. Tehát az állam kevesebb pénzt használ fel, többet ad a vállalkozásoknak. Csepregi Nándor kiemelte, ez olyan gazdasági mutatókban is tükröződik, mint hogy Magyarországon több mint 12%-ról 3%-ra csökkent a munkanélküliség, illetve hogy amíg 2010 előtt nem volt gazdasági növekedés, addig most ez stabilan 4%. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy ma már a magyar állam is stabilan és nagy mértékben tudja támogatni a vállalkozásokat. Elkötelezett Európai Unió párti kormányzatként mindent megteszünk azért, hogy az európai közösség megerősödjön. De mindent megteszünk azért is, hogy a magyar vállalkozások ettől függetlenül tudjanak növekedni. 2010-ben nem volt olyan beruházás Magyarországon, amely mögött ne lett volna ott Európai Uniós fejlesztési forrás. Ma 10-szer annyi fejlesztés valósul meg, mint 2010-ben, és ezeknek már csak a felében van Európai Uniós fejlesztési forrás. Tehát a magyar gazdaság ma olyan stabil lábakon áll, de azokat a pénzeket, ami a vállalkozások fejlesztési pályázataihoz szükséges, azt a saját költségvetésünkből ki tudjuk gazdálkodni, függetlenül attól, hogy ezekhez a fejlesztésekhez az Európai Uniós adófizetők hozzájárulnak-e vagy sem. Csepregi Nándor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is jelentősen érintő agrártámogatásokról elmondta, itt is magyar forrásra építenek. Ezekkel elsősorban az integrált fejlesztéseket kívánják előmozdítani, vagyis a mezőgazdasági vállalkozók a termelési, feldolgozási és kereskedelmi folyamatok teljes kiszolgálásában közreműködjenek. Több száz méter vezetékcsere és legalább 7 településen ivóvíz minőségjavító program elindítása vár a Nyírségvíz ZRT-re ebben az évben. A vállalat tavaly 8 milliárd forintos bevétel mellett közel 1,5 milliárd forintot fordított különböző beruházásokra. Az országos szinten 10. legnagyobbként működő vízszolgáltató a megyében 86 települést lát el ivóvízzel, és 68 helyszínen biztosítja a szennyvíz elvezetést és tisztítást. Már 25 éve emlékeznek meg a víz világnapjáról a Nyírségvíz szakemberei. Idén az utóbbi években elindult rossz folyamatok megállítását tűzte ki központi témának a vízszolgáltató. A vezetőség tavalyi évi eredményeiről is beszámolt a pénteki sajtótájékoztatón. A vállalat 2017-ben 8 milliárd forintos bevétel mellett közel 1,5 milliárd forintot fordított beruházásokra, kiemelten a közművek felújítására és pótlására. 2017-et eredményesen zárta a Nyírségvíz, közölte a vállalat vezérigazgatója. A nehézségeket elsősorban az időjárás okozta. Aki emlékszik még rá, hogy tavaly január-februárban milyen kemény hidegek voltak, akkor talán nem újság, ha azt mondom, hogy több mint 2000 vízmérő fagyott el, és rengeteg vízelfolyás, csőtörés is keletkezett, amiket aztán szívós munkával és hetekig, hónapokig kitartással hárítottunk el. Aztán nyáron jöttek a viharok, a erős szelek, ami túl sok csapadék esetenként a szennyvízrendszert is megterhelte. Hát ezekkel mind megküzdöttünk, és azt gondolom, hogy a szolgáltatás folyamatosságát ez nem befolyásolta. Országos szinten 41 vízszolgáltató működik, már évek óta a 10. legnagyobb a Nyírségvíz. 86 település látnak el ivóvízzel, és 68 településen végzik a szennyvíz elvezetést és tisztítást. A vállalat bevételének 90%-át a víz és csatorna díj adja, évente mintegy 1 millió számlát állítanak ki. A felhasználók 80%-a időben fizet, tavaly összesen 147 ezer behajtásuk volt. A vállalat idén is fontos munkákat tűzött ki célul, ezek elsősorban felújítás és pótlási feladatok, főként Nyíregyházán. A nyugati elkerülő ugye fejlesztésre kerül, illetve folytatódik ennek a továbbépítése a város környékén. Ehhez kapcsolódóan több mint 1000 méter 600-as vezetéket fogunk kiváltani. Ezen kívül fejleszt az Eisman vállalata területünkön. Őket is olyan értelemben érintik a vezetékkiváltások, hogy két nagyobb átmérőjű ellátó vezeték megy át a területen, az új fejlesztési területen. Ezeknek a kiváltása is meg fog történni. Ezek egyik fele állami tulajdonú vezeték, a másik fele pedig a Nyíregyházi önkormányzat tulajdonában van.
Ezen kívül még természetesen megy a szokásos programunk, ami több száz méter vezeték cseréjét, illetve több száz bekötés felújítását jelenti. Ezentúl több ivóvíz minőségjavító projekt indul vagy indulhat el idén Keopos forrásból. Ez 7 településen már elkezdődött 2018-ban. Ezen túl a megye 6 új helyszínén a szennyvízelvezetés kiépítése is megkezdődött. A Nyírség Víz ZRT egy mintaprogramban is részt vesz. 900 darab lakossági mellékvízmérőt okosítottak, és további 182 intézményi fogyasztásmérőt cserélnek idén okos eszközökre. A lakosság számára azért jó ez, mert az okos mérésbe bevont lakások tulajdonosai laptopjuk, okos telefonjuk segítségével folyamatosan követhetik a felhasználásukat, és hát saját maguk befolyásolhatják, hogyha úgy van és úgy ítélik meg ezt a felhasználást. Illetve amikor elkészül a számla, akkor ez a számla mindig az adott pontos fogyasztás alapján, felhasználás alapján készül, és nincs később ebben probléma arról, hogyha esetleg átlagot számlázunk, vagy esetleg időközben megváltoznak a felhasználói szokások, és az elszámolások során különbözet adódik, akkor nem kell erre felkészülni, hogy később ebben egy nagyobb összeget kell esetleg teljesíteni a szolgáltató részére. A szolgáltató számára persze azért fontos, hiszen egyrészt ebben a projektben való részvétel az nagyon érdekes dolog, tehát ez egy pilot projekt, ebből mi nagyon sokat tanulunk, fejlesztési potenciál megnő a társaságunknál. A szolgáltatónál az úgynevezett távolsági mérés egyébként már évek óta elérhető, tette hozzá Könnyű Zsolt. A vízszolgáltatónak 630 munkatársa van, de azokon a településeken, ahol nincs jelen egy szakember sem, ott számítógépes felügyelet működik. A térinformatikai fejlesztéseknek köszönhetően minden problémáról azonnal értesülhet a Nyírségvíz. 118 millió forint infrastrukturális és 512 millió forint tartalmi fejlesztési támogatást nyerte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A központhoz 10 iskola, 15 telephelye tartozik, és 7500 tanulóval működik. A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásából többek között energetikai beruházások, homlokzat felújítás és nyílászáró csere történt az épületekben. Az Incédi György szakközépiskola és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum része. A központhoz ezen kívül még 9 iskola, 14 telephelye tartozik. Ez az intézmény is megújult az elmúlt időszakban. Többek között felújították a homlokzatot, nyílászárókat cseréltek és a tantermek is megújultak. A munkálatokban az intézmény festő, mázoló, tapétázó diákjai is segítettek. A szakképzési centrum a saját költségvetéséből az elmúlt 2,5 évben 112 millió forintot fordított az iskola épületek karbantartására, és 51 millió forintot különböző felújításokra. Ebben a tanévben pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium is támogatta őket. Ez a támogatás két részből áll. Egyfelől majdnem 118 millió forint az infrastrukturális felújítás, ma éppen itt az Incédiben, Incédi szakgimnázium, szakközépiskola és szakiskolában több minden megújul, épületek, a torna pálya megújul. Ez nagyon fontos, hogy a tárgyi feltételek adottak legyenek, de emellett nagyon fontos a tartalmi fejlesztés is, és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, amelyhez 10 iskola tartozik, 10 tagintézménye van, zömmel Nyíregyházán vannak, van egy Tiszavasváriban és Tiszalökön, 512 millió forintos pályázatot nyert el tartalmi fejlesztése. Ezt a forrást fordíthatják tananyagfejlesztésre, a pedagógusok továbbképzésére és egy digitális alkotói közösségi kör létrehozására, annak érdekében, hogy a digitális eszközök is bekerüljenek a szakképzésbe. A támogatást különböző intézmények beruházásaira is fordították. Ez a miniszteri döntésen alapuló felújítás most érinti a tiszalöki iskolát, ahol majd jövő szerdán egy ugyanilyen felújítás lesz, de érinti a tiszavasvári iskolát is, és a Bencsben egy kisebb felújítás volt, ami egy ilyen elektromos felújítás. Mindezek mellett vannak nagyobbak is, egy 200 milliós kehopos energetikai korszerűsítés folyik a bánkiba, és több intézményünkben pedig napelemes pályázat révén történtek felújítások. A centrum 15 telephelyén összesen 7500 diák tanul, és mintegy 900 alkalmazott dolgozik. A felújítások biztosítják számukra a színvonalas feltételeket.
Vasárnap hajnalban 2 órakor 3 órára kell állítani az órákat, ugyanis elkezdődik a nyári időszámítás, így 1 órával kevesebbet alhatunk. A nyári-téli óraátállítást Magyarországon 1954 és 1957 közt az elektromos kapacitási nehézségek miatt alkalmazták, majd 1958 és 1979 között szünetelt a nyári időszámítás. 1980-ban vezették be újra energiamegtakarítási céllal. Az óraátállítás sokakat megvisel, de bizonyos káros hatásait ki lehet küszöbölni, ha időben elkezdjük magunkat hozzászoktatni az új időszámításhoz. Nem az a kérdés, hogy Magyarország bevándorló ország lesz-e, hanem az, hogy kivándorló ország leszünk-e, mondta Nyíregyházán Vona Gábor. A Jobbik elnöke szerint kormányra kerülésük esetén mindent megtesznek azért, hogy a magyar emberek itthon akarjanak élni. Ez a kormány az elmúlt 8 évben elképesztő felhatalmazást kapott, 2-szer kapott 2/3 többséget, és ezzel a 2/3 többséggel nem az ország, nem az emberek, nem a magyar társadalom javára élt, hanem a saját maga javára. Szószoros értelmében a saját pecsenyéjüket sütögették, elveszítették azt gondolom a bizalmat, elveszítették azt gondolom a hitelességet arra, hogy még egy ciklust kapjanak. És van egy új erő, a mi pártunk, a mi politikai közösségünk, amely képes megszólítani akár jobboldali, akár baloldali embereket, mert mi azt mondjuk, hogy túl kell most már lépnünk a jobb és baloldali megosztottságon. A közel 1 milliárd forint összegű nyertes pályázatoknak köszönhetően több sikeres beruházás valósul meg Vaján. A terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően pénteken átadták a város új helyi piacát. A beruházás több mint 50 millió forintos támogatásból készült el. Elsődleges célja a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi termékek piacra jutásának támogatása. 100%-os támogatásból készült el a Vaján átadott helyi piac. A fejlesztés elősegíti az önfoglalkoztatóvá válást a piaci kereslet segítségével, valamint a foglalkoztatást is, így segíti a szociális felzárkózást a térségben, ugyanis a mezőgazdasági termelés fejlődésével, piacra jutásával munkahelyek alakulnak ki. Ez nagyon fontos családi gazdálkodás szempontból, fontos ahhoz a fajta vidéki, önfenntartó, gazdaságilag önfenntartó családi gazdálkodásra, vagy gazdálkodásnak az alapjának a megteremtése, amitől a vidék tud maradni. Most bocsánat, nem akarok egyetlen egy nagy multit megnevezni sem, de mégis csak jobb itt megvenni egy paradicsomot, mint zölden, vagy érlelt, műérlelt paradicsommal, aminek semmi íze találkozni nagy élelmiszerláncoknak a polcain. A közlekedési infrastruktúrák és az iskola energetikai felújítása mellett hamarosan elkezdődnek a város turisztikai fejlesztése is. Ezt Tisza Sándor, a település polgármestere mondta el. Ma átadtuk ezt a termelőpiacot, elkezdődött a Zöldváros kialakítása Vaján című program megvalósítása. Ezen kívül ebben az évben elkezdődik hamarosan a megyei önkormányzat által GESZT országban benyújtott pályázatunk a turisztikai fejlesztési elképzeléseink megvalósítása tekintetében, illetve ipari park beültésére is nyújtottunk be, és sikeresen pozitívan került elbírálásra ez a pályázatunk is, ehhez is ebben az évben hozzákezdünk. A megyei közgyűlés alelnöke a rendezvényen kiemelte, a megyében 90 milliárd forint áll rendelkezésre a települések különböző helyi igényeinek megvalósítására. Azt szerettük volna a fókuszba helyezni, hogy valóban azok az igények, azok a helyi fejlesztési feladatok valósuljanak meg, amelyek valóban az adott közösségnek az életképességét, a közösségi életnek a színvonalának az emelését szolgálják, és nagyon örülünk annak, hogy tudunk kapcsolódni más programokhoz is, jelesül például a vidékfejlesztési programhoz, hiszen a megyei célok között az egyik elsőrendű volt a versenyképes élelmiszergazdaság fejlesztése és az egészséges élelmiszer előállítás, és az ilyen helyi termelői piac pontosan ezt a célt szolgálja. A település országgyűlési képviselője fontosnak tartja a környező települések fejlesztését is, így ha minden projekt sikeresen lezárul, akkor 44 településen közel 19 milliárd forint jut beruházások megvalósítására. A bajnoki cím megszerzését tűzte ki célként az ismét a Hungarian Football League-ben induló Nyíregyháza Tigers. Az amerikai edző által irányított és több amerikai játékossal megerősített együttes április 7-én az NVSC pályán a Fehérvár Entraners ellen kezdi a bajnokságot a 8 csapatos HFL-ben.
Egy év önként vállalt alacsonyabb osztályú szereplés után ismét a legmagasabb osztályban indul a Nyíregyháza Tigers. Az amerikai edző mellett 4 Egyesült Államokbeli játékos és egy magyar válogatott amerikai futballista érkezett a Tigrisekhez, aki komoly célokat fogalmaztak meg. A szezont felvezető sajtótájékoztatón Szépe József sportigazgató elmondta, hogy az erősítések ismeretében a bajnoki cím megszerzéséért indulnak harcba a Hungarian Football League-ben. Kimondható is ki is szeretnénk tűzni célul a bajnokság megnyerését. Nagyon szoros a mezőny, kiegyenített, tehát nincs olyan csapat, aki kiugróan elhúzna a többiek elől, és én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és nagyon szoros 8 csapatos küzdelem lesz, nyerni megyünk oda. Thomas Mait vezetőedző 18. szezonját kezdi Európában. A 6-szoros osztrák bajnok és Horvátországban is aranyérmes szakember Magyarországon is szeretne az élen végezni csapatával. Természetesen mindenkinek a bajnoki cím megszerzése a legfőbb célja. Ehhez leginkább kiváló játékosokra van szükség. Persze én is hozzájárulhatok ahhoz, hogy megszerezzük az elsőséget. Én nyerni jöttem Magyarországra. Eddigi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy egy nagyon jó mag alakult ki. Intelligensek a játékosok, és bízom abban, hogy ennek a pályán is meg lesz az eredménye. Az elkapó visszahordó Clifford Stoltz Jr. világbajnokként érkezett a Tigrisekhez. Mikor ide érkeztem, mindenki tárt kezekkel várt, és jól éreztem magam, ahogy fogadtak, amilyen melegen fogadtak. Mindenki segíteni akart nekem az edzéseknél, de ez kell számunkra, ez a tapasztalat, hogy jók legyünk, hogy segítsük egymást a csapatban, hogy egy csapatban tudjunk játszani. Természetesen mindenki, és köztük én is jobbá váljunk, és hogy edzünk azért, hogy bajnokok legyünk. Ez kell ahhoz, hogy bajnokok legyünk. A Nyíregyháza Tigers hétvégi miskolci meccs az időjárási viszonyok miatt elmarad, így a csapat április 7-én a Fehérvár Entrones ellen rajtol a bajnokságban. Azt a meccset még a Tiszavasvári úti NVSC pályán játsza a Tigers, a következő 3 hazai mérkőzésnek viszont már városi stadion lesz a helyszíne. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az Európai Uniós források 60%-a 2014 óta a vállalkozásokhoz kerül, hangsúlyozta Csepregi Nándor parlamenti államtitkár a Vállalkozz rá kisvárdai konferenciáján. A politikus kiemelte, ez azért fontos, mert előtte ez a szám mindössze 17% volt. Csepregi Nándor azt is elmondta, a vállalkozások támogatásának a felét az uniós források mellett ma már a magyar költségvetés biztosítja. Több száz méter vezetékcsere és legalább 7 településen ivóvízminőségjavító program elindítása vár a nyírségvízre ebben az évben. A vállalat tavaly 8 milliárd forintos bevétel mellett közel 1,5 milliárd forintot fordított különböző beruházásokra. Az országos szinten 10. legnagyobbként működő vízszolgáltató a megyében 86 települést lát el ivóvízzel és 68 helyszínen biztosítja a szennyvízelvezetést és tisztítást. 118 millió forint infrastrukturális és 512 millió forint tartalmi fejlesztési támogatást nyert a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A központhoz 10 iskola, 15 telephelye tartozik és 7500 tanulóval működik. A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásából többek között energetikai beruházások, homlokzatfelújítás és nyílászáró csere történt az épületekben. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 23-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Délkelet felől továbbra is hideg, változó nedvesség tartalmú levegő érkezik fölénk. Az előttünk álló éjszaka eleinte változóan, majd gyengén felhős idő várható. Csapadék nem lesz. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában -5 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben eleinte időnként, majd gyakran megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban a naposabb időjárás miatt lassanként erősödik a nappali felmelegedés, és enyhülnek az éjszakák is. Kemény éjszakai fagytól a jövő héten már sehol sem kell tartanunk. A jövő hét közepén egy hideg fronthoz borongós, esős időt és pár fokkal visszaesik hatására a hőmérséklet is, ám a hétvégére visszatér a tavasz, több fokkal melegebb és jobbára napos időnk lesz.